A londoni olimpián ért fel a csúcsra Dombi Rudolf és Kökény Roland. A kajakkettes aranyérme azonban nem sikerülhetett volna egy mindenre elszánt profi edző nélkül. Egy-egy győzelem után róluk azonban kevés szó esik, most ezt az űrt töltjük be. Szilárdi Katalin évek óta neveli a tehetségeket. Olimpiát azonban tanítványai most nyertek először. Színes falevelek, duna, kacsák és szárcsák. Mindennapi képek az őszi folyópartról. A messzeségből kajakosok egy csoportja érkezik, mellettük egy kis kék motorcsónakban egy hölgy. Nem tévedés, igen, egy hölgy. Méghozzá Szilárdi Katalin, aki Dombi Rudolffal és Kökény Rolanddal Londonban egy olimpiai aranyérmet ünnepelhetett. Pályafutását nem a két fiú kezdte. 1984-ben hívott engem a volt edzőm a VKV előrébe. Akkor már tanárképző főiskolára jártam, és elvégeztem közben a középfokú edzőit, és az edzőm úgy gondolta, hogy alkalmas lehetek arra, hogy fiatalokkal foglalkozzak, és én nagyon örültem az ő hívásának. Az első 5 évet azt nagyon nehéz körülmények között húztam le a BKV előrében. 17 hajóból, amit kaptam, egy volt használható, és 50-60 gyerekkel dolgoztam, folyamatosan jártam délelőttönként toborozni, de nagyon jó gyerek anyaggal lehetett foglalkozni. Ott a békásmegyeri gyerekek nagyon lelkesek voltak, öröm volt velük dolgozni. Rudival és Köksivel felért a csúcsra, de nem ők voltak az első versenyzői. Nekem azért már voltak korábban is válogatott versenyzőim Rudi előtt is. Járvi Márton például, aki már részt vett felnőtt világbajnokságon és pontszerző helyen végzett, ugyanúgy Fekete Gyula is. És Mónus Erik, aki ifjébén ezüstérmes volt, még sorolhatnám, volt sok korosztályos válogatott, illetve felnőtt válogatott versenyzőm is, de Rudi az, aki a legjobb eredményt ért el idáig valóban. Szilárdi Katalin és Dombi Rudolf már régóta együtt dolgozott. Aki később csatlakozott ebbe a kis csapatba, az nem más, mint Kökény Roland. Másfél évvel ezelőtt jött hozzánk Roli, Szolnokon edzőtáboroztunk, és ő a Honvédba úgy érezte, hogy ki fog kerülni abból a párosból, amit előre eltervezett, mert sérült volt akkor, és lejött hozzánk Szolnokra, hogy kipróbálja Rudival a páros. Még akkor nem volt erejének tejében, úgyhogy az első időre menések azoktól még meg is ijedhettünk volna, hogyha nem tudtuk volna a Roliban rejlő képességeket. Az első válogató versenyen már körülbelül 5 centivel nyertek, úgyhogy előtte mind a két srác ment egyest, egy órával a páros döntő előtt, és mind a ketten nagyon jól szerepeltek. Rudi meg is nyerte akkor az egyes döntőt, és akkor már lehetett látni, hogy ha pihenten állnak oda, akkor többel is tudnak nyerni. Egy arany Dombi Rudinál, egy arany Kökény Rolandnál, ez az olimpia mérlege a kis csapatnak. Amiért mentek, azt végre is hajtották. A két versenyzőtől már hallhattunk élménybeszámolót. Következzen most az az ember, aki nélkül a két versenyző ma nem ünnepelhetne olimpiai bajnokként. Nagyon tetszett az, hogy úgy versenyeztek, ahogyan azt elterveztük és ahogyan azt begyakorolták. Az utolsó fél perc az kemény volt, mert lehetett látni, hogy fáradt az egész mezőny, és azon a kemény vízen nem tudják ugyanazt a finisht végrehajtani, amit más pályákon, például a zágrábi pályán. És hát ott már szurkoltam minden század másodpercért, hogy elteljen, és hogy fogjon már a pálya, fogjon. Hát persze nagyon jó érzés volt, amikor beértek a célba. Van, aki azt mondja, hogy nem tudta eldönteni azt, hogy most ők nyertek, vagy a portugálok. Onnan, ahol én láttam, onnan egy rutinos edzői szem már tud differenciálni, tehát meg tudtam különböztetni az első helyezettet a másodiktól. Elsősorban Rolandnak és Rudinak, nekik volt igazán fontos az, hogy ők olimpiai sikert érjenek el. Én azt gondolom, hogy nekem így konkrétan annyira nem volt fontos, nekem az volt a fontos, hogy őket lássam örülni. Az, hogy én is örülök ilyenkor, ez ennek a helyzetnek a hozatéka. Nekem nagyon fontos volt az, hogy Köksi az utolsó olimpiájáról ne csalódottan menjen el. Rudi, Köksi és Kati az egész felkészülés alatt csak a legjobb formájukra koncentrált, és nem pakoltak magukra plusz terhet azzal, hogy életük nagy lehetősége előtt állnak. Az volt az érdekes, hogy mi még amikor egymás között beszélgettünk, szándéktalanul akkor is úgy fejeztük ki magunkat, hogy a verseny. Nem úgy beszéltünk róla, hogy az olimpia, igyekeztünk nem felfújni, de
A felkészülés során is az volt a legfontosabb, hogy minden nap megtegyük a napnak a feladatát. És versenynapon is tegyük meg a napnak a feladatát, és ahogy Rudi mondta, hogy előbb a verseny, olimpia majd azután van, ez a mentalitás ez bejött. Ha valaki, akkor Dombi Rudolf igazán ismeri Katit. Méltató szavai nem csak mint edzőről, de talán egy barátról is szólnak. Edzői szempontból hatalmas a szakmai tudása, tehát a kajakos szakmai tudása is. Edzés elméletben is nagyon profi, anatómia, biokémia, mindenről itt szó esett. És hát amit még a felkészülést, amit említettem, még pszichológiai tudásával is el lehet ugye támasztani, illetve kifejezetten nagyon jó ember, tehát ez ami fő szerintem. Kati nem csak edző, de pszichológus is. Akarva akaratlanul néha előjön belőle a másik munkája is, de versenyzőinek mindig azt javasolja, hogy a két szerep ne egy személyben testesüljön meg. A kommunikáció azért más, hogyha edzőként vagy pszichológusként dolgozik az ember, tehát nem is szerencsés az, hogy valaki, aki pszichológus, az a saját versenyzőinek legyen a pszichológusa, lehetek másoknak, de szerencsésebb, hogyha az én versenyzőimnek valaki olyan a pszichológusa, aki kívülről objektíven rálát a helyzetre. Én amikor benne vagyok egy szituációban, ugyanabban, ami benne a versenyzőim, akkor nincsen olyan objektív rálátásom, mint egy kívülállónak. Mindenkinek a nagy álma, hogy olyan helyen dolgozhasson, amit szeret. Katinak ez megadatott, imádja a munkát, és nem utolsó sorban a hangulat sem utolsó. Én nagyon szeretek nap mint nap a versenyzőimmel találkozni. Remek társaság, jó humorérzékkel, életkedvel, érzékenységgel. És úgy érzem, hogy ők is nagyon pozitívan viszonyulnak én hozzám. És nagyon szeretek vízen lenni. Szeretem a kajakmozgásnak a harmóniáját, gyönyörű, amikor megérzik a vizet, szinte muzsikál a mozgásuk. És magát, ezt a közeget, a kajaksportágnak a közegét is nagyon szeretem. Nagyon hiányzik, hogyha nem lehetek benne. Én nagyon várom már minden ősszel, hogy újra találkozhassak a kollégákkal az országos szakmai konferencián, aztán várom a nyári versenyeket, ahol meg szoktuk beszélni az örömeinket, a problémáinkat a versenyszámok között velük. Tehát én magát ezt a kajakkenu társadalmat úgy, ahogy van, nagyon szeretem a maga életfelfogásával. Azzal, hogy minden helyzetben megtalálják a megoldásokat, a jég hátán is megélnek. Nagyon kreatív emberek, és nagyon-nagyon szeretik a gyerekekkel való foglalkozást és a munkájukat. Kati elszántságát és elhivatottságát látva láthatjuk még őt olyan versenyző oldalán, aki felér a csúcsra. Ez számára nem is munka, inkább egy kedves hobbi és egy jó időtöltés, amit semmi esetben sem cserélne le. A magyar kajakkenu társadalom igazi büszkesége.